október 8-a óta Kristóf Györné személyében új vezetője van a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. Az elmúlt napokban tapasztalható jó időt kihasználva a városüzemeltetés munkatársai több olyan munkát is el tudtak végezni, ami novemberben már nem volt tervezve. Alsó Béla telepen a főút mentén fák ültetésével városszépítési feladatokat láttak el. A faültetés az Alsó Béla telepen zajlik, gömbkör is fákat ültetünk ki, 122 darabot. A mai nap folyamán 20 fa került kiültetésre, és ezzel egy régi álom válhat valóra, mert Fenyves egy-két évvel ezelőtt elkezdte ezt a fásítási programot, amihez mi szeretnénk csatlakozni oly módon, hogy akkor egységes kép alakulna ki a 7-es főútvonal mentén, amely a gyalogosoknak is jó, illetve az arra kerékpározóknak hűsöt ad, mindazonáltal, és egy szép környezetet teremt meg, egy egységes szép környezetet teremt meg, és most lehetőségünk van erre, hogy ezt megvalósítsuk, köszönhetően a jó időnek, és mi szeretnénk ezt kihasználni, a jó idő adta lehetőségeket, meg azt, hogy sikerült megvásárolni a fákat, és hogy ilyen ütemterv szerint tudunk haladni. A 122 fa ültetése az idő függvényében várhatóan a hétvégére befejeződhet. A fásítási program része, hogy mennél szebb képet tudjunk kapni városunkról, és ez elsősorban a fonyódi lakosokért van, tehát nem csak az üdülő tulajdonosok számára, hanem az itt lakó fonyódiak számára is szeretnénk kedvezni ezzel, mindazonáltal, hogy nem csak az új fasor telepítése történik meg most folyamatosan, hanem a már meglévő fasorokban az elszáradt fáknak a pótlása is folyamatosan történik. A lakosok a belváros utcáiban is láthatták, ahogy munkálatok folynak különböző területeken. A városunk területén elkezdődtek most a kátyúzási, aztán a vízelvezetési csatornarendszer problémáinak a megoldása. Ezek folyamatosan történnek. Általában lakossági bejelentés alapján, de van egy ütemterv, amely szerint haladnak, és ezt igyekeznek betartani. És igazándiból ezen a területen van még bőven tennivaló, de ez már egy jó dolog, hogy azért egyre nagyobb léptekkel tudunk haladni ez ügyben, valamint a jövő évi költségvetésünkben tervezzük. Sokkal nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a vízelvezető árkok, csatornák, lefolyók tisztítására, illetve az utak karbantartására. Mint tudjuk, az utak karbantartása rettentő sok pénzbe kerül. Mindezek figyelembe vételével fogjuk a jövő évi költségvetésünket megtervezni, és reméljük, hogy sokkal nagyobb léptekben fogunk tudni haladni a következő évben, és eredményeket fogunk tudni felmutatni ezzel kapcsolatban. A munkálatokat felügyelő Darab Csaba beszélt részletesebben a Domb utcában és környékén látható folyamatokról. Jelen pillanatban az Érsekújvár utcában, mivel hogy közelgünk a szennyvízberuházás befejezéséhez, nyílt alkalmunk itt egy hát korábban már esedékessé vált csapadékvizelvezető áraknak a helyreállítására, kimetszésére. Ehhez most a kollégáim ott építenek egy áterezt egy bejáróhoz, melyet a martaszfalt újrahasznosító gépünkkel aszfaltozunk újra. A prioritások nélkül természetesen most a belvárosban több utcát, Mandulás utca, Tabán utca, Hegyalja utcát már korábban megcsináltuk. Tehát gyakorlatilag most még az idő ilyen, és ahogy az idő engedi, az aszfaltozást, illetve a kátyúzást folytatjuk. Ezekhez a feladatokhoz elengedhetetlen eszköz volt az idén vásárolt gép. Ez a gép ez év tavaszán került a városüzemeltetés birtokába. Ez egy martaszfaltot újrahasznosító gép. Röviden annyi a működési elve, hogy gázolajos égőfejjel működik a rendszer, ami felmelegíti a felmart aszfaltot. Így a bitumen ugye megolvad az aszfaltban, és újra hasznosíthatóvá válik, ugyanúgy behengerelhető. Nyilván nem ugyanaz a minőség, mint amit a keverőüzemekben előállítanak, de egy nagyon jó használható, kátyúzásra tökéletes berendezés. A VÜSZ számára rendkívüli fontossággal bír a közterületek rendben tartása és kitakarítása, így van ez a Sándortelepi strand területén is. Az az igazság, hogy kijöttünk sétálni ide a Sándortelepi strandra, és
elszomorodva tapasztaltam azt, hogy sokan járnak ide ki, eldobált üvegek, műanyag palackok, papír zsebkendő. Igazándiból azáltal, hogy vége van a szezonnak, nem így kéne, hogy kinézzen ez a strand, hiszen tudjuk, hogy ez kiemelt, övezete, frekventált helye Fonyódnak, és most elsődlegesen a fonyódi lakosokért, hogy akik ide lejönnek hétvégeken a gyerekekkel, itt van ez a két csodaszép játszótér, meg maga ez a környezet, ami megadatott nekünk, hogy ilyen helyen élhetünk. Mindenképp nagyon fontos, hogy tiszta környezetet tudjunk teremteni az ide látogatók számára, mert azt vallom egyébként, hogy aki tisztaságot és rendet rát maga körül, az valószínűleg jobban oda fog arra figyelni, és kevésbé fog szemetelni. Most elsődlegesen ez a cél, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy igaz bár, hogy vége van a nyári fergeteges szezonnak, de most mi helyiek, fonyódiak tudjuk élvezni a Balaton szépségét, ezt a csodálatos strandot, ahova szívesen jövünk ki, mi magunk is sétálni gyerekeinkkel, és hogy ezt élvezni tudjuk, mert hiszen nagyon szép idő van. És egyébként örömmel tapasztaltam azt is, hogy múlt hétvégén, amikor lent voltunk, hogy nagyon sokan kilátogattak ide, és mindenképp azt szeretnénk, hogyha egy kulturált, rendezett környezet várna itt mindenkit. 195 darab napelemből álló háztartási méretű naperőművet telepítettek a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium tetőszerkezetére. Az épület déli oldali homlokzatára 30 darab, alapos tetőre pedig 165 darab elemet helyeztek el. A környezet és operatív program keretében, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott beruházással a rendszer képes lehet az iskola közel teljes villamos energia fogyasztását megtermelni. A megújuló energiaforrás bevonásával az üzemeltetési költségek nagy mértékben lecsökkennek, de emellett jelentős eredménye a beruházásnak az is, hogy éves szinten mintegy 48 tonna üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés érhető el. Az iskola igazgatója szerint fontos, hogy az oktatási intézményekben is megjelenjen a megújuló energiafelhasználás. Sokat várunk a megújuló energiaforrások kihasználásától, és mindenképpen hiszek abban, hogy erre a beruházásra szükség volt. Nagyon sokat tesz a környezet kímélésért és a környezet védelemért, és emiatt nagyon örülünk neki. A gimnázium teljes személyiséget nevel, és a környezettudatos magatartásra nevelés nagyon fontos szempont, és éppen ezért nagyon jó, hogyha az oktatási intézmények bekerülnek megújuló energiaforrások. Az önkormányzat célja az, hogy a fejlesztés megvalósításával a megújuló energiaforrásokat minél nagyobb arányban kihasználja, illetve a gimnázium fenntartási költségeit csökkentse aktív napenergia hasznosításával. Éves szinten 5-6 millió forint villamos energia számlája van a gimnáziumnak és a konyhának. Ez azt jelenti, hogy ha ennek a felét vagy kétharmadát takarítjuk meg, akkor egy éves szinten 3-4 millió forint megtakarítás lehetséges, és ez azt jelenti, hogy a 15 év fenntartási idő alatt, amíg ez a beruházás úgymond biztosan működik, az alatt akár 40-50 millió forint megtakarítást is hozhat az önkormányzatnak. Rengeteg költsége van az önkormányzatnak a közművekre, így mint a villamos energiára, így mint a gázra, ezért is tűztük ki célul, hogy minél több energiatakarékos pályázatban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy az általános iskolának a energetikai felújítása, illetve ezeknek a hőerő, vagy ezeknek a villamos erőműveknek az építése, ami a villamos energiát biztosítja az önkormányzatnak, valamint azok a szigetelések, azok a központi fűtés fejlesztések, amelyek egy modernebb irányba mozdulnak el, ez mind a pályázataink között szerepel. Az önkormányzat a jövőben növelni kívánja a megújuló energiaforrások felhasználását. Pályázati források felhasználásával egy 300 kW-os kisebb erőmű megépítését tervezik, amely a közvilágítás és más intézmények áramellátását is fedezheti.
Az elmúlt hétvégén a 3 évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt Gyurina Róbertre emlékeztek egy róla elnevezett asztali tenisztornán. Szomorúság abban rejlik, hogy Gyurina Róbert volt kollégánk, pingpongos társunk, aki újra életet lehelt a fonyódi asztali teniszben 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt. Egyik, hogy is mondjam, pionyi úttörője volt, hogy a semmiből, hosszú semmiből valami elinduljon. Sajnálatos motorbaleset kapcsán eltávozott közülünk, és úgy gondoltuk, hogy méltóképpen azzal tudunk megemlékezni, illetve nevével foglalkozni későbbiekben is, hogy egy versenysorozat egyik tagjaként beszálltunk a megyei körversenybe, amit elneveztünk őról, a Gyurina Róbert emlékverseny, ez most már a 3. éven történik. Tudni kell, hogy ez a megyei asztali teniszben résztvevők számára szervezett verseny, amiből 4 ilyen körverseny van a megyében, különféle helyeken, ahol az eredményeket aztán összevetjük, és akkor végén a pontok alapján az évvégi gálán, a december végén adjuk át a legjobbaknak párosba, egyénibe a díjakat, cserleiket, egyebeket, amiket ilyenkor föl tudunk ajánlani. A tornára a Gyurina családtagjai is ellátogattak, akiknek sokat jelentett ez a megemlékezés. Azt gondolom, hogy neki elsősorban egy kikapcsolódás, egy közösségi létet jelentett, de azért azt el kell mondani, hogy ő egy igazi sportember volt, egy igazi fair play játékos az élet minden területén, így a sportban is, tehát neki nagyon-nagyon nagy szerepet töltött be az életébe. Az, hogy nem felejti el a család a hozzátartozóját, ez természetes, hogy soha nem tudja feldolgozni azt, ami feldolgozhatatlan, ez is természetes, viszont az, hogy idegen emberek így megőrzik az emlékét, ez rendkívül felemelő érzés nekünk is. Hidvégi József szoros baráti viszony tápolt Gyurina Róberttel, ezért ő is fontosnak érezte, hogy ellátogasson az emléktornára. Robival több éven keresztül dolgoztunk együtt, és egyébként meg régebb óta ismerem, tehát régebbi barátság is fűz hozzá, és nagyon örülök, hogy ezt a fonyódi versenyt, hiszen ez egy megyei versenynek egy állomása, ezt Robiról nevezték el, hiszen váratlan halála mindenkit megrázott, és azt gondolom, hogy azt az embert nem felejtik el, nem felejtjük el, akikre emlékezünk, és így legalább minden évben egyszer emlékezünk rá, és ezzel is itt van közöttünk. A maga a verseny pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fonyódiak mozogjanak. Mindenféle sportot támogatunk, és örülök neki, hogy 2008-ban megalakították a fonyódi pingpong szakosztályt, és azóta aktív részesei a megyei versenyeknek. Többször nyertek már Balaton kupát, és nagyon jó helyen vannak, tehát az élmezőnyben vannak a megyei versenyekben is. Remélem, hogy az idei évben sikerül megnyerniük, hiszen most ők vezetik a megyei bajnokságot, és arra is jó volt egyébként ez a mai találkozás így reggel, hogy beszéltünk az utánpótlásról, hiszen nekem ez a heppem, az utánpótlás nevelés, és megbeszéltük, hogy a diákokat is lehívják pingpongozni, és csinálnak nekik egy versenyt. Ez nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás mindenféle sportágban, ne csak az idősebbek érezzék a versenyek a sport fontosságát, hiszen tudjuk, hogy mind munkahelyen, mind az oktatásban, aki versenyez, abban van egy versenyszellem, tud veszíteni, és értékeli a csapatszellemet. A versenyre túlnyomó részt a Balaton környékéről érkeztek a versenyzők. Az ő vendéglátásukról is gondoskodtak a szervezők, akik hozzátartozóik segítségével egy ingyenes büfét alakítottak ki. A legjobb pingpongosokat jutalmazták a nap végén eredményeiknek megfelelően. Kupát kap mindegy, első, második, harmadik helyezettek. Egyéb javadalmazás vagy ajándék, egy vörösbor föl van ajánlva a saját termelésből, a Somogy megyei asztali szövetség elnöke ajánlotta fel a Domján úr. Az lesz a plusz. Otthon, a szekrény polcain, azért akik megnyerik ezeket a kupákat, azért az egy szép emlék nekik. Biztos vagyok benne, nekem is van már egy harmadik helyzet, úgyhogy olyan helyre tettem, amit többször is láthatok. A megemlékezés mellett természetesen a torna végeredménye is fontos volt. Férfi egyéniben Barta Béla, a siófoki AC versenyzője győzött, a fonyódi földes Norbert a 3. helyet. Férfi párosban a Balogh Barta duó szintén a siófoki AC-tól győzött. Páros Vigaszágon a Toldi Hercegné vegyes páros volt a legeredményesebb.